A tartomány 3 millió dinárt biztosított a Razzia 1942 emlékszervezet számára, abból a célból, hogy kibővítsék a Razzia áldozatainak szentelt múzeumot. Ennek érdekében megvásárolták a szomszédos ingatlant, amelynek a felújítási munkálatai már megkezdődtek. Ez a múzeum abban különbözik a többitől, hogy az elsődleges kiállítási tárgy maga az épület. A múzeum melletti ingatlan, amelyet megvásároltunk, nagyon rossz állapotban van, hiszen 1925-ben építették, és ez az utolsó esélyünk arra, hogy megmentsük az összeomlástól. Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár elmondta, hogy az emlékeket folyamatosan őrizni kell. A múzeumi látogatása alkalmából kijelentette, hogy a kibővített részben többek között egy nagy komplexum alakulhat ki. Emellett egy emlékszobát is terveznek kialakítani a csúrogi magyarok emlékére, ahol a szokásaikat és hagyományaikat mutatják majd be. Oktatási titkárként én azt szeretném, hogy az iskolák, akik most tervezik az egész Vajdaság területén a kirándulásokat ebben az iskolai évben, vegyék fel az egyik célnak a csúrogi múzeumot, illetve emlékművet is, hiszen ez nagyon fontos a gyerekeinknek is, hogy ők is továbbra is tudják azt, megtapasztalják azt, hogy mi történt itt. Csedomir Bozsit, Zsablya község elnöke szerint a múzeum kibővítésével a béke üzenetét küldik. A helyi önkormányzat segíti a Razzia 1942 emlékszervezet működését, amely nagy erőfeszítéseket tesz a Topalov raktár és a Holtisza melletti magyar áldozatoknak szentelt emlékhely megóvása érdekében. Az illetékesek a Holttisza melletti magyar áldozatoknak szentelt emlékhelyet is meglátogatták. Reményüket fejezték ki, hogy ilyen szörnyűség nem fog megismétlődni.